Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És a lelkeddel. Kedves testvéreim, nagybőjt eleje óta szívünket bűnbánattal és jó cselekedetekkel már előkészítettük. Ma azért gyűltünk össze, hogy az egész egyházzal együtt lélekben előre átéljük Úrunk húsvéti misztériumát, vagyis szenvedését és föltámadását. Ő ugyanis ezt a misztériumot akarta beteljesíteni, amikor fölment városába, Jeruzsálembe. Szívünk élő hitével és odaadásával emlékezünk meg erről az üdvösségszerző bevonulásról. Lépjünk mi is az Úr nyomába, hogy amint kegyelméből társai vagyunk a kereszthordozásban, ugyanúgy föltámadásának és örök életének is részesei lehessünk. Könyörögjünk! Urunk Istenünk, növeld azoknak hitét, akik benned remélnek, hallgass meg könyörgő imánkat, hogy mi, akik ma virágzó ágakat hozunk a diadalmasan bevonuló Krisztus király elé, a jó cselekedetek gyümölcsét teremjük ő általa, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben a nagy tömeg, amely az ünnepre jött, hírét vette, hogy Jézus Jeruzsálembe érkezik. Pálmaágakat szedtek és kivonultak eléje. Így köszöntötték: áldott, aki az Úr nevében jön, Izrael királya. Jézus talált ott egy szamárcsikót. Felült rá, amint az írás mondja: ne félj, Sion leánya, nézd, jön királyod egy szamárcsikó hátán. Tanítványai először nem értették mindezt. Amikor azonban Jézus megdicsőült, visszaemlékeztek arra, hogy ami róla írva volt, azt cselekedték vele. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvéreim, kövessük a Jézus ünneplő jeruzsálemi nép példáját, és induljunk békében. Thank you.
nappal húsvét ünnepe előtt fölment Jeruzsálembe, kivonultak elé a gyermekek kezükben pálmaágakkal, és kiáltozták hangos szóval, Hozsanna a magasságban, áldott vagy, aki nagy irgalommal hozzánk jöttél. Kedves testvéreim, a Szent Mise áldozatot fölajánlom elhunyt Zentai Jánosné, elhunyt Tölgyesi Gáspárné lelki üdvéért. Értük, imádkozunk ebben a Szent Misében, hogy az Úr adjon nekik örök nyugodalmat, és a Szent Mise áldozat kegyelmeiben részesítse őket. Most a könyörgéssel folytatódik a Szent Misénk. Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, üdvözítünk példát adott nekünk az alázatosságra, amikor szent akaratodból emberi testet öltött és vállalta a kereszt halált. Segíts jóságosan, hogy kín szenvedésének tanítását megértsük és társai lehessünk föltámadásában, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Izajás próféta könyvéből. Izajás így jövendőlt a megváltóról. Ezt mondja az Úr szolgája. Isten az Úr tanította nyelvemet, hogy az igével támasza lehessek a megfáradtaknak. Reggelenként ő teszi figyelmessé fülemet, hogy ráhallgassak, mint a tanítványok. Isten az Úr nyitotta meg fülemet, és én nem álltam ellen, és nem hátráltam meg. Hátamat odaadtam azoknak, akik vertek, arcomat meg azoknak, akik tépáztak. Nem rejtettem el arcomat azok elől, akik gyaláztak és leköpöstek. Isten az Úr megsegít, ezért nem vallok szégyent. Arcomat megkeményítem, mint a kőszikla, s tudom, hogy nem kell szégyen. Ez az Isten igéje. Krisztus Jézus, mint Isten, az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez feltétlenül ragaszkodnia kell, hanem szolgai alakot öltött, kiüresítette önmagát, és hasonló lett az emberekhez. Megalázta önmagát, és engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden tér, a mennyben, a földön és az alvilágban, és minden nyelv hirdesse az Atya Isten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus
És Jézus így folytatta, most
Tanácsok felé állították Jézus.
Thank you.
kiáltják a hegyek, nek neki, szakadjatok rám, és a gombokon, ha így tesznek a zöld előtával, az elszáradnak mi lesz a sorsa. Yeah.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Szeretett testvéreim, imádkozzunk, hogy megváltó királyunkhoz mindenkor hűségesek maradjunk. Urunk, ismerje fel minden ember, hogy önfeled az ő szenvedésed árán váltottál meg bennünket. Kérjük néged, hallgass meg minket. Tedd a készségessé egyházak tagjait a kereszt hordozására és a kegyelem közvetítésére. Kérjük néged, hallgass meg minket. Keresztedből fakadjon béke és egyetértés minden nép számára. Urunk Jézus, te vonakodás nélkül vállaltad a kereszthalál gyötrelmét, néped üdvösségéért. Taníts meg minket az áldozatos szeretetre, hogy részünk legyen az örök dicsőségben. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Thank you.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, egy szülött fiat szenvedése engeszteljen ki téged irántunk, s a mi cselekedeteinkkel nem tudunk kiérdemelni, ennek a végtelen értékű áldozatnak érdeméből, adja meg nekünk a te irgalmad, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi, Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, a mi Urunk által. Bár önmaga semmit sem vétel, az ítélet ártatlanul érte, a bűnösökért mégis szenvedést vállalt. Az ő halála bűneinket elvette, feltámadása megigazulást adott nékünk. Az ő dicsőségét vallja ég és föld, vallják az angyalok és főangyalok. Hangos szóval hirdetik, és vég nélkül zengik. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájon, mert ez az én testem, mely értetek adatig. Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájon, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, György püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatlan bízva szállhatnak el a világból, bocsánat őket szent színed látására. Könyörül kérünk mindnyájukon, hogy Isten anyjával, a boldogságot Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehetünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljuk téged, Jézus Krisztus a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Ha Istent Atyánknak hívjuk, testvéri szeretettel bocsássunk meg egymásnak, és akkor így imádkozhatunk. Mi Atyánk! Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Krisztus, ami békénk és kiengesztelődésünk, ezért kérjük, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor, és az elejjel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békés. Jézus az Isten várja.
Krisztus teste. 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 Atyám, ha nem kerülhet el ez a kehely anélkül, hogy ki ne igyam, legyen akaratod szerint. Könyörögjünk! Mennyei jeletellel tápláltál minket, Istenünk, könyörögve kérünk, hogy akik szent fiat halálából már biztosan remélhetjük azt, amiben hiszünk, föltámadásának erejéből eljussunk oda, ahová törekszünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Szeretettel hirdetem a kedves testvéreknek a következőket. Nagyszerdán 17:30-tól gyóntatás lesz újra, lehetőség van arra, akik még nem végezték el a húsvéti szentgyónásukat, elvégezhetik. Nagy csütörtökön és nagy pénteken nem lesz gyóntatás, de nagy szombaton, a szokott módon délelőtt 10 órától 12 óráig itt leszek a templomban, a kápolnában lesz a gyóntatás. Hirdetem továbbá a kedves testvéreknek, hogy virágvasárnapja van ma, és ma délután itt a templomban tartjuk az időre való tekintettel, délután 3 órakor a házaspárok keresztútját. Szeretettel hívjuk és várjuk a kedves testvéreket délután 3 órára. Nagyszerdán 15 órakor elhunyt Köller Pál temetési szertartása lesz. 16 órakor tartjuk a gyászmisét. 18 órakor is lesz szentmise, ezt felajánljuk idősebb Jagica Józsefért és szüleiért és hozzátartozókért. Nagy csütörtökön este 6 órakor kezdődik az utolsó vacsora szent miséje. Hívom és bátorítom a kedves testvéreket, hogy a szent három napban vegyünk részt a szertartásokon, majd 19 órakor kezdődik a szent óra az olajfák kertjében imádkozó Krisztussal. Nagy pénteken délelőtt 10 órakor tartunk keresztutat a Kálvárián, este 6 órakor kezdődik az Úr szenvedésének szertartása. Majd este 8 órakor is a szokott módon a családok és fiatalok keresztútja lesz a Kálvárián. Természetesen, ha az időjárás nem teszi lehetővé, mindent a templomban fogunk tartani.
Nagy szombaton délelőtt 10 órakor nyitjuk meg a Szent Sírt, egészen 5 óráig lehet látogatni. Majd 19 órakor kezdődik a húsvét vigíliája, körmenet, ételszentelés. Húsvét vasárnap délelőtt 10 órakor tartjuk az ünnepi szentmisét. Húsvét hétfőn úgy szintén délelőtt 10 órakor lesz a szentmise, a szentmise áldozatot pedig felajánljuk elhunyt Gergely József lelki üdvéért. A holnapi napon, április 15-én 13 órától lesz templomunk takarítása. Most pedig fogadjuk az Úr áldását. Alázatos szívvel fogadjátok az Úr áldását. Szent áldásod, Istenünk, legyen hatékony híveidben. Éltesse és vezesse mindnyájunk szívét, hogy szeretetből merítsenek erőt kötelességeik teljesítésére. Krisztus, a mi Urunk által. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen.